Jó, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki nézi ezt a videót, és nagy szeretettel köszöntöm Alám Zoltán Nirancsampurit is, akivel most beszélgetni fogok a jogáról, a jóga útjáról. És szeretném tőled megkérdezni, hogy így belevágjunk a közepébe, hogy te hogyan találkoztál a jogával, meg Számicsivel, ami nem most volt már, úgy gondolom, hanem jó régen. Hát igen, az már, ha jól számom, 34 éve volt. Ami ugye több mindent jelent, hogy milyen öreg vagyok már, de meg szerencsére elég hamar találkoztam jogával. Még tinédzser voltam, amikor ez úgy felébredt bennem, és hát nem az ászanák tetszettek meg nem erről szólt nekem a joga, hanem tényleg egy ilyen belső keresés volt az oka. Tehát nálunk a család háttere az egy eléggé ilyen materiális hátterű család volt, bár apukám eredetileg katolikus volt, később ugye csalódva a néhányak viselkedésében ő is elfordult ettől. Tehát a háttér számomra az teljesen egy ilyen materiális indulás volt, de valahogy mégis ilyen kicsit kakukktojásként a családban bennem fölébredt egyfajta keresés, és egy nap, egy ilyen teljesen vidám nap után felébredve jöttem rá, hogy igazából minden mögött teljesen, bár teljesen jó és a szép ez az élet, ennek ellenére minden mögött ott van az elkerülhetetlen, ott van a halál. És erre egyik reggel felébredve elgondolkodtam rajta, hogy mi értelme mindennek. Hogyha ott van mögötte ez a fal, ami mindannyiunknak előbb-utóbb eljön, és közben úgy csinálunk, mintha minden teljesen normális lenne. És akkor nagyon-nagyon erősen, nagyon intenzíven megérett bennem az a gondolat, hogy ha van ezen túl valami, azt nekem meg kell érteni, vagy különben nincs értelme ennek az egésznek. És egy nagyon-nagyon-nagyon intenzív energia szabadult fel ebből, hogy már pedig nekem ezt tényleg meg kell érteni. Úgyhogy bevettem magam a Széchenyi könyvtárba, és eltöltöttem egy-két hónapot azzal, hogy mindent megtanulmányoztam, amit valaha emberek kigondoltak erről a dologról, és rájöttem, hogy van ez a koncepció, hogy mester. Tehát átgondolva az egészet, ugye az jön le, hogy ha én el tudok jutni oda, tehát ha én meg fogom tudni érteni ezt a dolgot, mi van e mögött, mi van ezen túl, akkor van már olyan, aki ezt megértette. Na, én egy ilyen szeretnék találni. Nekem kell egy olyan, aki már elment végig ezen az úton, és engem is el tud vinni. Szóval nekem ez volt az igazi motiváció arra, hogy keressek valamit, és akkor tudtam már, hogy egy mestert kell majd keresnem, de hogy az milyen formában fogom megtalálni, vagy hogy mi, fogalmam nem volt. És akkor jött be, mint szokás, nagyon gyakran az életemben anyukám, mint segítség, aki egyszer csak azt mondta, hogy te itt nem messze van egy jóga. Most láttam a hírekben, van egy jóga oktatás. És akkor elmentem erre a jóga tanfolyamra, amit a Domoszlai Jancsi Jagdishpuri vezetett, és így kerültem kapcsolatban a jogával, tehát ami elég furi lehetett neki, amikor első alkalommal elkezdtem kérdezni a mesteréről, és kikérdeztem teljesen egy nagyon-nagyon aprólékos lista alapján, miközben miután befejeztük a Szarafita ászanák gyakorlását, hogy milyen a mestere, mit tud, stb. Stb. És pár héttel később találkoztam Swamiji-vel. Tehát ez tényleg így ilyen, az egész egy ilyen nagyon nagyon automatikussá vált hirtelen. Akkor ez egy 89 körül lehet, 89 nem? Volt, igen. Igen. Igen, tehát 89-ben kezdtem el így gyakorolni, és akkoriban nem tudom úgy, hogy így ki mennyire tudja, de Swamiji egy hosszú ideig nem jöhetett be Magyarországra, tehát nem, volt egy ilyen tiltás az akkori vezetés által, valahogy vízumot nem lehetett, nem sikerült elintézni. Akkoriban nagyon óvatosan vettek mindenkinek a bejövetelét, aki
aki ilyen szempontból gyanús volt, más ideológiákat próbálna terjeszteni, még mindig akkor még ez élt. De érdekes módon, ugye 89 már egy kicsit nyitás ideje volt, volt egy jógatábor, ahol együtt voltunk néhányan, én nem tudtam, hogy Swamiji jönni fog, mint hogy senki nem tudta, még nem lehetett erre számítani, mert ugye, és nem is beszéltek róla, mert ugye már olyan sokszor nem sikerült. És egyszer csak megjelent egy autó, begurult oda a jógatábor közepére, ott, ahol álltam, körülbelül fél méterre kinyílt az ajtó, és kiszállt belőle Swamiji. És hogy földbe gyökerezett lábbal, ugye belenéztem a szemébe, és hát rájöttem, hogy oké, akkor én megtaláltam. Tehát így kezdődött. Amit kerestél a könyvtárban, meg amit egyébként így elmondtál, hogy az életnek az értelmetlensége így, ahogy rázuhan az ember, ez kicsit olyan Buddhának az útja a keresése, nem? Amikor szembesül azzal, hogy a halállal, meg a szegénységgel, meg a betegséggel. Tehát így... Igen. Igen. Még nem úgy folytatódott egyelőre az utam, mint az övé, de igen. Ja, ja. Bár ugye azért a meditáció az eléggé jelen van az életedben, ugye a jóga táborokban is ugye nagyon sokszor vezetsz Kriyanusztán programot, meg programokat, tehát azt hiszem már nagyon régóta, hogyha jól tudom. Tehát egyébként miért fontos, kicsit provokatív a kérdés, de ugye, hogy beszéljünk erről is, hogy az, aki jogát gyakorol, és ugye említetted, hogy a Domoszlai Jöncsének is föltették kérdéseket a mesterről, tehát nem arról, hogy fáj a derekam, és de jó, hogy most a szarafitász meg segített rajta, hogy amikor, tehát hogy hogyan, hogy miért fontos a meditációval foglalkoznunk, miért fontos esetleg az, aki jogát gyakorol már akár évek óta rendszeres, hogy még elmenjen egy Kriyanusztán programra a nyári táborba, és egy hétig intenzíven foglalkozzon a meditációval. Igen, hát ez ebből a motivációból mindenképpen kell hozzá egy nagyon erős motiváció, mert nem egy könnyű út, de mindenképpen az az ígéret van benne szerintem még az első olvasatra is, hogy valamit az ember képes megtapasztalni, ami túl van ezen a felületes dimenzión. És ez ami túl van, ez az, amit én kerestem, és ez az, amit szerintem nagyon sokan keresünk az életben. Vagy azért, mert keresünk egy feloldást az alól a szenvedés alól, ami mi szenvedésnek élünk meg, mindez persze csak az elme játéka, vagy pedig azért, mert minden egyébként rendben van, de valahogy mégsem érezzük teljesnek magunkat, valami hiányzik, és ezt, ami túl van ezen a dimenzión, azt keressük. És ami túl van ezen, az csak úgy lehet elérni, ha azt, ami erről szól, attól fundamentálisan valami más keresési módszert használunk, és ez a meditáció ezt az ígéretet hordozza. Ahelyett, hogy megpróbálnánk az elmét használva megérteni ezt a valóságot, ahelyett pont az ellenkezőjét próbáljuk meg, elcsendesíteni az elmét, és mögé nézni ennek a látszólagos valóságnak. Tehát ez az ígéret, ami benne van, és ez az, ami engem legalábbis nagyon intenzíven elindított azon az úton, hogy ezt a belső keresést elkezdjem. Ugye szerencsés helyzetben vagy, hiszen az egész családod ugye jogázik, meg számítja tanítványa. Tehát ugye így azt gondolom, hogy van egy ilyen biztos háttér, hogy együtt haladni az úton. Tehát ugye nagyon sokan beleesnek abba a nehézségbe, hogy a párjuk nem foglalkozik ezzel, vagy éppen nem is tetszik neki a jóga, tehát a te esetedben talán azért máshogy működik. Biztos számít ez, de valahol azért én úgy gondolom, hogy mindenkinek teljesen egyéni útja van, tehát mindenkinek teljesen más az útja. Szerintem ez a belső keresés, ez nagyon-nagyon független attól, hogy kinek milyen a párja, és valahol arra is gondolok egy kicsit, hogy bármilyen környezetben is él az ember, hogyha a jógát tényleg elmélyülten gyakorolja, és tényleg rátalált arra az illatra, amit követ utána, akkor azt mások is megérzik. Szerintem ez nagyon, nagyon fontos lehet annak,
ugye meg gondolom, amiből kérdeztetted, abból kiindul a kérdésből, hogy sokaknak ez egy nehézség. Én szerintem, ha valaki tényleg kitart ebben az elmélyülésben, és tényleg megtalálja azt a belső nagyon finom, kifinomult energiát, az az energia az átterjed másokra is. Szóval biztos vagyok benne, hogy nagyon hamar a valakinek a partnere, vagy bármilyen környezetben él, azok munkatársak is akár, érezni fogják ezt a változást, érezni fogják azt a finom illatot, azt az energia felhőt, úgymond. Szerintem. Igen, ez mindenképpen. Így van. Ugye számítsátok, kaptál egy nevet, gondolom már nem most, ez is jó régen, olyan Nirancsánpuri nevet. Neked mit ad ez a név, milyen feladatot, vagy milyen pluszat ad a jóga utadon? Igazából ugye ezek a nevek nagyon sokszor, tehát többféle forrásból jöhetnek, de általában azért adnak nekünk valamilyen irányt, adnak valamilyen, különösen az út elején, szerintem nagyon fontos, hogy az ember meg akarjon valósítani valami olyant, ami kicsit elsőre talán elérhetetlennek tűnik. A Niranjan név, ugye Anjan azt jelenti, hogy szeplő, vagy pont, és a Nir pedig ugye a fosztóképzője, így együtt ugye azt jelenti, hogy szeplőtlen. Illetve van egy másik jelentése, ami ugye kicsit mélyebbre kell ásni, hogy az ember rájöjjön, ugye azt jelenti, hogy anélkül a pont, még a pont nélkül is, tehát a teljes kiterjedés nélkül a megnyilvánulatlan próbálja kifejezni ez a szó. Ugye ezért néhány bhajanban, néhány dalban, amit a mestereinktől van, ugye amikor arra utal például Mahaprabhu Deep, hogy a Niranjanra meditálok, akkor nem a szeplőtlenre gondol, hanem arra a megnyilvánulatlanra, arra, amelyik túl van ezen a fizikai megnyilvánuláson. Úgyhogy nekem egy kicsit ez is vezetett erre a fajta elmélyülő meditációra vezető úton, hogy keressem azt, ami túl van ezeken a gondolatok világán, ami túl van ezen a fizikai világon. Ugyanakkor kaptam nagyon jó tanácsokat Swamiji-től ezen keresztül, tehát többször tartott előadást ugye erről a szóról is, de nagyon gyakran személyesen is kaptam tőle nagyon jó iránymutatást. Az egyik ilyen nagyon kedves példa számomra, amit nem fogok elfelejteni soha, hogyha ugye a saját ambícióink nyomán belekerülünk konfliktusokba és olyan helyzetekbe, amikbe talán könnyedén ki lehetne belőle kerülni és nem kéne belemenni. Az egyik ilyen alkalommal mondta Swamiji nekem, hogy ugye Niranjan, mint szeplőtlen, hogy hát ha belemész a pofonoknak ebbe a világába, akkor nemhogy szeplőtlen nem leszel, de tele leszel foltokkal. És ugye ezzel utalt arra, hogy nem, nekem nem kellene, mint Niranjan, így még el is magyarázta, ha nem érteném, nem kellene ilyen konfliktusokba belemennem, hanem kimaradni belőle, megtartani azt a energiát, azt a fajta állapotot, ami az én utam, ahelyett, hogy belemennék olyan konfliktusokban, olyan ütközésekbe, amiből igazából más nem származik, csak sérülés nekem, másoknak. Hú, ez nagyon szép történet, köszönöm. Igen, ez nagyon inspiráló. A jóga mindennapjában Szabad Egyetem keretében lesz már egy előadás a Patanjali-ról, és adja magát a kérdés, hogy rendben van, hogy gyakorlunk, meditálunk, de Patanjali-t mennyire kell megismerni, miért kell megismernünk a jóga utunkban? Ez is egy nagyon jó kérdés, mert egyből bennem elindított egy pár gondolatot, tehát egy kicsit így visszább kéne mennem, mert az a, ami számomra, ugye miért kezdtem én foglalkozni vele, és az egyik ok az, ami felébreszti az emberben ezt, az, amikor a keresés igazivá válik, amikor a meditáció elmélyül, már nem elég
csak úgy hozzáállni, hogy ja, és akkor leülök és meditálgatok. Tehát nagyon intenzívé válik a keresés, és ez a keresés azt is jelenti, hogy el akar mélyülni az ember. Ez abban is megnyilvánul, amikor eleinte ott ül az, valaki, én magam így voltam, ott ült Swamiji előadásán, és mindig vártam, hogy mikor jönnek végre az érdekesebb, meg viccesebbnél viccesebb történetek, mert amit köztem mondott Swamiji, nem nagyon értettem. Viszont ahogy elmélyül a keresés, hogy elmélyül az emberben a jóga megértése, egyre nagyobb a vágy abban, hogy megértse a mélységeit is ennek. És ehhez ugye nagyon sokat segített eleinte az, hogy angolul olyan irodalmat is tudtam olvasni, amit magyarul ugye nem. De nagyon hamar rájöttem, hogy az is felületes, és nagyon sok hiba van benne, még a legjobbaktól is. Úgyhogy elkezdtem szanszkritot tanulni azért, hogy megértsem azokat az eredeti iratokat, amik abban a meditációnak, abban a nagyon finom szintjein már segíteni tud az embernek. Tehát ezek nem haszontalan írások, amik csak filozófia valójában, bár elsőre úgy tűnhet, de annak, aki már nagyon intenzíven, nagyon mélyre akar menni, annak már ezek olyan iránymutatások, amik segíthetnek egy következő mélység megérintésében. És a Patanjali az pont ez a szépség számomra, olyan rezonanciái vannak, annyira kristálytiszt az egész 196 mondat. Nem is teljes mondat, mert nincsen, a legtöbben nincs állítmány. Tehát csak egy kijelentés, és még az is fél kijelentés, mert visszaút a korábbi mondatokra. Tehát nagyon egyszerű struktúra, de olyan kristálytiszta kinyilvánításai a tapasztalásnak, hogy aki elmélyül, gyakorló, és tényleg meg akarja tapasztalni a mélyebb regisztereit a meditációnak, annak egy ilyen körülbelül muszáj. Ebből. Igen. És érdekes, mert Patanjali, ha jól tudom, vagy én ahogy olvastam, talán a 8. században élt, vagy élhetett, vagy ott körül, tehát hogy jó régen. Igen. Sőt, talán, hogy nem is egy ember volt, hanem több ember volt, meg ilyet is olvastam, de hogy eltelt néhány ezer év, és mégis ezek a mondatok ilyen örökérvényűek, nem? Tehát, hogy igen, kell. Igen. Sőt, annyira ugye, hogy amikor ő elkezdi ezt az egész jóga szutrákat, arra utal vissza, az Adha Yoga Anusasana, nem azt jelenti, hogy most akkor elmondom a jógát, hanem most akkor újra elővezetem a jógát. Tehát igazából ő arra utalt, hogy ez a tanítás már réges-régen létezik, most vegyük át újra. És ez az egész erről szól igazából, ő nem csinált semmi újat, csak egy igazi tapasztalás alapján előadta az egész utat, de kristálytisztán olyan finom megkülönböztetések vannak, amit tényleg csak a szanszkritot értő ért meg, mert lefordíthatatlan szavakat használ, tehát igazából minden egyes szónak több jelentése van a szanszkritban, és ezért olyan mélységeket hordoz magában, ami egy gyakorlónak attól függően, hogyan fordítják, teljesen mást jelenthet. Úgyhogy tényleg, aki így elmélyül benne, annak megdöbbentő ilyen revelációk vannak benne. Ez is tényleg. Van, talán ugye sok kommentár ugye született a Patanjali Yoga Sutrákhoz, tehát a különböző mesterektől. Ugye Swamijitől is van ugye egy könyvünk, amiben az első részét ugye magyarázza, mert ugye négy részt van. De van úgymond ilyen kedvenc jóga szutrád ezek közül? Patanjali jóga szutrák közül? Hát rengeteg van, ami igazából tényleg nagyon nehéz kiválasztani bármit, de ugye az érdekessége az egésznek, az egész jóga szutráknak, hogy az elején, már az első mondatokban elmondja a jóga lényegét. Tehát úgy kezdi igazából, ez egy ilyen érdekes aspektus, úgy kezdi, hogy elmondja azt az állapotot, megmutatja a végállapotot, azt feltételezve, hogy van, akinek ez csak ennyi. De ha nem ennyi, akkor menjünk bele a mélységeibe. És tehát így az legelején már elmondja azt, hogy igazából
a jóga az nem más, mint a tudat hullámainak, csittavrittiknek az elcsendesítés, az uralt lefogása. És utána jön egy nagyon gyönyörű, ami számomra nagyon szép, ami gondolat, ami nekem mindig nagyon sokat jelentett. Tada drashtu svarupe vasthanam, ami azt jelenti, hogy és akkor, amikor ugye sikerült elcsendesíteni a tudatot, és akkor a látó, mert ugye nem akarja másként hívni, minden más, az én, ez mind fals. A látó, tehát a drashtu, akkor önnön formájában nyugszik. Tehát akkor van csak a saját formájában, akkor igazi önmaga, amikor ez az elcsendesülés létrejött. Tehát ez egy nagyon-nagyon gyönyörű megfogalmazása a jógának, és tényleg kifejezi azt az állapotot. Ugye a legtöbb fordításban azt fogod találni, hogy és akkor a saját azonosságában, saját identitásában van. De a svarupa szó az olyan gyönyörű, annyira mást jelent, azt jelenti, hogy önnön formájában. Tehát a rupa szó, ugye, ezt ismerjük, mint forma, szva az ön saját formájában nyugszik. És ez egy nagyon gyönyörű, mert ez a forma. Tehát, hogyha rá valaki intuitív, már a meditációt elmélyülten gyakorolta, akkor tudja, hogy ez a végtelen tér, ez a forma, ez a csidakás, ez a mindent felölelő, az egész világegyetemet magában foglaló tér. És ez a tapasztalás az, ami segít utána egyébként megoldani, feloldani azt a félelmet, meg azt az aggodalmat, amit az elején mondtam, az elérhetetlen, az elkerülhetetlen falon túl vezet, mert ez a tér, amiben mindez történik, az nem múlik el, az nem változik. Ez nagyon szép, köszönjük szépen. Közben azt jutott eszembe, hogy lassan az előadásba csúszunk így el. Ja, tényleg. Mint mindig, bocsi. De nagyon, ezek nagyon, nagyon izgalmas dolgok egyébként, mert ugye a jóga gyakorlásunk során azt mondom, hogy magában a jóga irodalommal is, ha lehet így mondani, a jóga irodalommal is foglalkoznunk kell, mert hogy akár a Lilavittól kezdve ugye a jóga szutrákon keresztül, mert hogyha ha ezt nem tesszük meg, akkor csak gimnasztika marad az egész, tehát hogy nem, tehát nem a mélysége jön elő a jógának. Igen. Mondjuk az nagyon fontos, hogy az egész egy egyensúlyban legyen, ugye? Mert miközben most ugye például a jóga mélységeiről beszélünk, meg tényleg a legmagasabb regiszteréről, azért mindannyian egy mindennapi, ugye jóga mindennapi életben, egy teljesen normál mindennapi életet élünk. Sőt, igazából az én esetemben ugye ez talán nem is annyira normál, mert ugye egy ilyen multinacionális cég ilyen senior vezetőjeként utazva állandóan a világban megtalálni ugyanezt, azt az egyensúlyt, hogy miközben egy teljesen kifelé forduló életet él az ember, amiben meg olyan dolgokkal dolgozik, ami megváltoztatja még a mi világunkat is majd, ugye a következő generációs mobil hálózatokkal. Közben tudja élni ezt az életet az ember, ezt a belső életet, és képes legyél fenntartani azt az intenzitást és azt a keresést, ami ugye időt igényel, meg ami energiát igényel. Na, ehhez igazi szenvedély kell szerintem, hogy az ember valamit el akarjon érni, mert különben ez lehetetlen. De ez egy nagyon érdekes aspektus a mindannyiunk életének, hogy hogyan tartod meg azt az egyensúlyt, ami ugye a mindennapi életben lévő küzdés, az is egy nagyon intenzív lét, arra, ami ugye a megélhetésről szól, ami kapcsolatokról szól, stb. És közben képes legyél ezen az úton haladni folyamatosan és tényleg haladni, nem pedig csak egy ilyen kikapcsolódás. Tehát megtalálni azt a dinamikáját az életnek, amelyben a kifelé fordulás és a befelé fordulás egyensúlyban van. Ez szerintem nagyon szép végszó volt arra, hogy mi a jóga a mindenetetben ennek a lényege. Köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon várjuk akkor az előadást Patáncsáméről. Köszönöm, Hárion. Hárion.